Olvasom Istennek igéjét, ugye, mint az írva található Mózes első könyvének 4. fejezetében, annak első 8 versében, hogy miképpen keres bennünket az Isten, és szeretne valami üzenetet átadni. Felolvasom Mózes első könyvének 4. fejezetéből, az első 8 versből, ezt hallgassátok figyelemmel. Azután Ádám ismerte feleségét Évát, aki fogant méhében és megszülte Káint, és azt mondta, férfit kaptam az Úrtól. Majd ismét szült annak testvérét Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földműves. Egy idő múlva pedig Káin ajándékot vitt az Úrnak a földgyümölcséből. Ábel is vitt juhainak első elléséből, és pedig azok kövérjéből. És az Úr rátekintett Ábelre és az ő ajándékára. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekintett. Ezért Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Erre az Úr így szólt Káinhoz. Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyakozik. De te uralkodjál rajta. Azután beszélt Káin Ábellal, a testvérével, és amikor a mezőn voltak, Káin Ábelre, a testvérére támadt, és megölte. És amikor a mezőn voltak, Káin Ábelre, a testvérére támadt, és megölte. Káin és Ábel története arról szól, hogy azt olvastuk, hogy felnőttek, és ahogy felnőttek, egyből beálltak a szolgálatba, elkezdtek szolgálni az Istennek, és vittek neki áldozatot. És Isten az egyik áldozatot elfogadta, a másikét nem. És az is biztos, hogy ennek az áldozatnak, és annak, hogy elfogadta Isten az egyiket és a másikat nem, egyértelmű jele volt. Biztos abból, hogy tudták. Tudta ez a testvérpár, hogy elfogadta az egyikét és a másikat nem. Tehát egyértelmű jele volt ennek. Tudták, hogy ez most kedves az Isten előtt, vagy nem. Hogy én most jól szolgálok az Istennek, vagy nem. És az a kérdés, és amikor így olvassuk ezt az igét, akkor valószínűleg sokunkban felmerül az, hogy miért fogadta el Isten az egyikét, és miért nem fogadta el a másikét? Mi volt itt? Mert nem olvasunk arról, hogy ez egy törvény lett volna, hogy kell áldozni. Sokat gondolkodom mostanában azon, hogy miért kell egyáltalán bármit is adni az Istennek. Beszélünk arról, hogy igen, adod az Istennek, amit van, odaadom neked mindenemet. És mostanában ugye ez járt a fejemben, hogy miért kell egyáltalán odaadni az Istennek, vagy hogy is vannak ezek a dolgok. Miért kell adakozni, miért kell szolgálni, miért kell ott lenni. Kire haragudott meg Káin ebben a történetben? Hát az Istenre, azért, amiért az ő ajándékát nem fogadta el. Ő volt az, aki nem fogadta el ezt az áldozatot, de Káin végül is az Istenre nem tudott mit kezdeni, nem tudott ellene tenni semmit. Ez van, haragszom rá, de nincs mit tennem. És tudjátok, nagyon így van ez, hogy akkor, amikor nem vagyok jóba az Istennel, akkor, amikor nem vagy jóba az Istennel, akkor elkezdesz haragudni a testvéredre. Elkezdesz haragudni a melletted élőre, a családtagodra, az ismerősödre, a barátodra. Mert nincs rendben a kapcsolatod az Istennel. És rajtuk fogod levezetni a haragodat. Akkor, amikor a másik sikeresebb, amikor neki jobban megy, neked meg nem, akkor támadni fogod. És tudod, onnan lehet azt tudni, hogy nincs rendben a kapcsolatod az Istennel, hogy támadsz. Hogy mindig támadsz. És Isten azért nem fogadta el Káinnak az áldozatát, hogy tanítsa, hogy legközelebb, hogyha hozzám jössz, akkor csináld úgy, hogy elfogadjam. Mert mit olvasunk az igében, hogy miért fogadta el az Ábel áldozatát? És ez az egyik kulcsmondat. Azért, mert Ábel az elsőt és a legjobbat adta az Istennek. Káin csak odavitt valamit, de azt olvassuk Ábelről, hogy az első termésből vitt, és a legkövérjét vitte oda, az elsőt és a legjobbat. És vagy adod az Istennek a legelsőt és a legjobbat, vagy ne adj semmit, mert az csak megcsúfolja őt.
mindent vagy semmit, dupla vagy semmi. Isten nem követel semmit, semmi nem kötelező. De hogyha teszed, akkor tedd teljes szívvel, mert csak úgy van értelme, ha teljes szívvel adod. Nem azért, mert kell, nem azért, mert muszáj, senki nem kéri, ha adod az elsőt is, a legjobbat. Nagyon érdekes például az, hogy a tanítványok idejében a hét utolsó napja volt a szombat, és a hét első napja volt a vasárnap. És azt olvassuk az igében, hogy több helyen is, hogy a hét első napján kora reggel mentek az Úrhoz, mentek a templomba. Most nekünk a vasárnap a hét utolsó napja, amikor már túl vagyunk egy héten, jól elfáradtunk, és akkor még elmegyünk egyet a gyülekezetbe, elmegyünk egyet a templomba is. És nem tudom, hogyha érzékelitek a különbséget, hogy mi volt akkor, és mi van most. És most ez nem azt jelenti, hogy akkor ezután legyenek hétfőn az Isten tiszteletek, mert nem erről van szó. De ezek a tanítványok azt mondták, hogy mi úgy akarjuk elkezdeni a hetet, hogy az Istennel kezdjük. Vele akarjuk elkezdeni ezt a hetet. A hozzáállásunk az, ami fontos ebben a kérdésben. Hogy számunkra a vasárnap egy utolsó dolog, amit meg kell tenni, utoljára még az Istennek is adjunk oda egy órát az időnkből, vagy pedig vele akarjuk elkezdeni a következő hetünket. Sok hívő ember úgy van ma, hogy egész héten végzem a kis dolgomat, és aztán a hétvégére, ami maradt, abból adok az Istennek is. De nagyon vigyázok arra, hogy azért mégse legyen nagyon hosszú a neki odaadott időm. És tényleg annyira félünk attól, hogy eljövünk az Isten tiszteletre, eljövünk a templomba, és akkor mindig azon gondolkodunk már otthon, hogy vajon mennyire lesz hosszú. Mert az Istennek csak egy óra jár, csak másfél óra jár a hét végénből, ami maradt. Mert hát azért a vasárnapomat nem adhatom oda egészen neki, nemhogy két órára. Hogy állok ezzel? Mert neki azt mondja erre az Isten, hogy nem kell, mert nem kötelező. Nem kötelező idejönni. Nem kell az ilyen áldozat az Istennek. Vagy oda tudod adni a legjobbat, vagy különben élhetsz úgy, ahogy akarsz. De arra bátorít az ige, hogy add oda a legjobbat Istennek. Mert tudod, az Isten királyságát nem lehet maradékból felépíteni. Az elsőből a legjobbból lehet. És nem kötelező. De ha teszed, akkor így tegyed. Azt mondja Jézus is, hogy kövess engem, elhívja az embereket követni. És akkor egyszer valaki azt mondta, hogy de még haza kell mennem, hogy még elintézzek ezt, elintézzek azt. Még van elintézni való teendőm, dolgom, de ami marad az időmből, aztán, amikor mindent elvégeztem, akkor azt odaadom neked, Jézus. És mit mond Jézus? Akkor nem kell. Akkor nem kell semmi. Mert vagy ideadod az egészet, vagy semmit. Mert azt mondja Jézus, úgyse fog maradni semmi. A reggeli csendességek. Mindig reggeli csendességről beszélünk. Annyira fontos az, hogy reggel, már kora reggel az Isten színe elé állni. Erről beszél annyiszor a Zsoltáros is, hogy jó reggel kiállok, és keresem az Istent. Mert hogyha nem reggel, akkor este már fáradt vagyok, a nap csak úgy elment, nem lesz minőségi az az idő. És az Isten az idődnek a legjavát kéri, amikor a legjobban tudsz koncentrálni. Nem az egész idődet akarja elrabolni az Isten, hanem amikor a legjobban oda tudsz figyelni. Figyelj oda rá! Vajon mi kaini vagy ábeli áldozatot szoktunk adni az Istennek? Ez most a kérdés. Mert hogyha nem az Isten az első az életemben, ha nem az Isten az első a te életedben, akkor ő soha nem lesz második, soha nem lesz harmadik. Ő vagy első az életedben, vagy nincs az életedben. Add oda a legjobbat Istennek, és hogyha így teszel, akkor ő a maradékot nagyon meg fogja áldani. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetében azt olvassuk, hogy hit által vitt Ábel jobb ajándékot az Istennek. Hit által vitte a jobb ajándékot. Mert Ábel hitt abban, hogyha ő Istennek az elsőt és a legjobbat adja, akkor Isten azt el fogja fogadni.
Káin ő bizonytalan volt. Ő vitte, de nem tudta, hogy most akkor vajon ezt az Isten el fogja fogadni, vagy nem. De amikor én a legjobbat adom az Istennek, akkor én azt tudom, akkor nekem azt kell tudnom, hogy igen, ezt a legjobb, amit az Istennek adhatok, és én tudom, hogy ő azt el fogja fogadni, mert szívből adom. Hogyha nem így teszek, akkor inkább ne is tegyek semmit. Éljem csak a magam életét. De vigyázzak, mert az Isten arra is figyelmeztet, hogy igen, nem kötelező, nem muszáj. Az Isten nem akar rád erőltetni magát. Egyáltalán nem. De azt mondja, hogy ha nem így teszel, akkor nincs közünk egymáshoz. És akkor ne is igényeljem magamnak azokat az áldásokat, amit azok kapnak, akik odaadják az életüket. Akik odaadják mindenüket. Akik odaadják az elsőt és a legjobbat. Akkor ne csodálkozzak azon, hogyha nem öröklöm a mennyországot, hogyha nem kapom meg az örök életet. Mert ez csak azoknak jár, akik odaadják az Istennek az ő életüket. A Jelenések könyvének 22. fejezetében arra figyelmeztet az Isten az egész fejezetben, hogy nagyon kevés időtök van. Vigyázzatok, mert eljövök hamar. Kevés az időtök. És ezért nagyon fontos, hogy a legjobbat adod az Istennek, mert nem tudod, hogy mennyi idő áll még a rendelkezésedre. Annyiszor mondjuk azt, hogy most nem érek rá, majd a következő vasárnap elmegyek a templomba, elmegyek az Isten tiszteletre, majd holnap olvasok igét, ma olyan nagyon zsúfolt a napom, nincs időm ma imádkozni. Vagy amit még szoktunk mondani, hogy majd, hogyha egy kicsit idősebb leszek, nem lesz annyi munka, majd, ha megöregszem, ráérek a templomba járni. És mindig halogatom. Az ige pedig arra figyelmeztet, hogy nagyon kevés az idő. És arra bátorít, hogy az életednek az erejét add oda az Istennek. A legjobbat. Amikor a legjobb formádban vagy. Amikor a legtöbbet tudsz kihozni magadból. Az életednek az erejét. A fiatalságodat. A legjobb tudásodat. Ne azt add oda Istennek, ami már maradt. Ha odaadod Istennek a legjobb idődet, akkor az Isten garanciát ad arra, hogy egyszer örök időd lesz. Sajnáljuk Istentől az időt, pedig ő az, akinek az idő a kezében van, és aki az örök élettel ajándékoz meg, az örök idővel ajándékoz meg. Nem az egészet kell odaadni. Ne értsétek félre. Az Isten nem azt várja el, hogy akkor neked most van pénzed, akkor mindent, ami van, addig osztogasd, ameddig neked nem marad semmi. Nem az egészet kéri. Csak azt, hogy a legjobbat, a legelsőt, amit szívből oda tudsz adni, ne a maradékból, ne az, ami neked amúgy is feleslegbe van. Ha a legjobbat adod oda az Istennek, akkor az Isten garantálja azt, hogy a legjobbat is fogod kapni. Ez így működik. És aztán a másik történet, amiről olvastunk az apostolok cselekedeteiben, az 5. fejezet első 16 versét, amit elolvastunk. Ha egy címmel össze kéne foglalni azt a történetet, akkor talán így lehetne: adakozás, amely halállal végződik. A neveknek a jelentése is nagyon sokat mondó ebben a történetben. Ugye Anániás azt jelenti, hogy az Isten kegyelmes, Szafír azt jelenti, hogy szép nő. És ugye a neveknek nagy jelentése volt akkoriban a zsidók között, tehát ezek a nevek is, az Isten kegyelmes, szép nő. Ez is arról árulkodik, hogy ez a házaspár nagyon sokra hivatott házaspár volt. Anyagilag sem álltak rosszul, jó volt minden, áldoztak is az Istennek, ott voltak a gyülekezetben, hívő emberek voltak. És ez egy annyira jó történet. Annyira jó történetek, azok a történetek, amik az első gyülekezet életéről szólnak. És itt van egy nagyszerű jövő előtt álló házaspár, gyülekezeti tagok, jól állnak anyagilag. És mégis milyen döbbenetes, hogy mindennek mi lett a vége, meghaltak. Adakozás, amely halállal végződött. Azt mondja Péter, ugye láttuk a történetben, hogy eladtak egy földterületet, és akkor félretettek abból maguknak valamit, és úgy vitték oda mégis, mintha az egész pénzt odaadnák neki. És akkor erre azt mondja Péter, hogy Anániás, te most adakoztál, de nem tiszta szívből. Miért hazudsz közben? Nem kellett volna ezt tenni, de hogyha teszed, akkor tiszta szívből tegyed. Senki nem kért rá, hogy add el a földedet.
Kért rá valaki? Nem. Senki nem kérte ezt. Senki nem kérte azt, hogyha eladod a földedet, akkor annak az árát idehozzad. De hogyha idehoztál, akkor miért hazudod azt, hogy az egészet hoztad, miközben félretettél? Miért hazudsz közben? El se kellett volna adjad az egészet, mert nem kötelező. És tudjátok, nagyon sokszor mi is úgy ebbe a hibába esünk, én is ebbe a hibába esek, hogy úgy akarnék is adni az Istennek, akarnám odaszánni az időmet, a pénzemet, bármimet, de közben ott van bennem, hogy lehet, hogy nem tudom ezt most tiszta szívvel tenni. Azt mondja az Isten, hogy én a fél szívet nem áldom meg. Amikor van az életednek egy olyan része, ami a tied, amit magadnak tartasz meg. Odaadom az Istennek életem nagy részét, de azért van az életemnek olyan része, amit majd én élek, amiben majd ne szóljon bele az Isten. Ami olyan titkos, hogy oké, itt a templomba, meg a gyülekezetbe szolgálok én, végzem én az én dolgomat, de hadd maradjon már egy kis része, amit majd én intézek. Vagy mindent, vagy semmit. Azt énekeltük az előbb, hogy odaadom neked mindenemet. Amit akarsz, cselekedd velem. Most lehet azt mondjátok, hogy könnyű azt mondani, hogy adjuk oda mindenünket, adjuk oda az elsőt és a legjobbat. Valóban nem egyszerű dolog odaadni az Istennek az elsőt és a legjobbat. Főleg akkor, amikor még vannak az életemnek olyan területei, amiket nem tudok átadni az Istennek. Amiket még úgy gondolom, hogy én tudom azt. Én tudom intézni. Én kézben tartom. Csak tudod, ameddig vannak ilyen területei az életednek, addig nagyon sokat fogsz szenvedni. Mert amit nem adok oda az életemből Jézusnak, az tönkre fogja tenni az életemet. Mit olvasunk Arániás és Szafira történetében? Odadtak egy jelentős összeget a gyülekezet számára. Adakoztak. Egy kicsi részt tartottak meg maguknak. Azt mondták, ez azért félretesszük, ezt azért nem tudjuk odaadni az Istennek. És ez okozta a vesztüket. Emiatt haltak meg. Amit nem adok oda az életemből Jézusnak, az tönkre teszi az életemet. Azt mondja Jézus, vagy odaadod, ami a legjobb, vagy nem csinálsz semmit. Harmadik lehetőség nincs. Vagy igen, vagy nem. Vagy odaadod, vagy nem. Vagy győz valaki, vagy nem. Ugye, hogy egy háború is van. Nincs olyan, hogy hát azért elég ügyes voltál. Vagy megnyerted azt a csatát, vagy nem nyerted meg. Nincs középút. Vagy igen, vagy nem. Viszont aki győz, az megkap mindent. Milyen életet akarsz élni? Azt mondta az Isten Kainnak, Kain, ha nem tudod a legjobbat adni, ha nem én vagyok az első helyen, akkor inkább ne tegyél semmit. Mert én nem akarok egy olyan Isten lenni, akinek a hét utolsó napján vasárnap odaadod, ami maradt. Én nem ez az Isten vagyok. Az egész hét az enyém, mondjuk nagyon sokszor, és akkor a vasárnapomból egy-két óra az legyen az Istené. Add oda a legjobbat Istennek. A Máté evangéliumának 7. részében, a 21. versben van egy nagyon komoly ige, ami arról szól, hogy így hangzik, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, menj be a mennyek országába, hanem csak az, aki cselekszi az Istennek az akaratát. Kik mondják azt, kik szokták azt mondani, hogy Uram? Hát a hívők, az Istennek a gyermekei, a megtértek, ti, én. Mondjuk, hogy Uram. És azt mondja az ige, hogy nem mindenki fog bemenni a mennybe, aki azt mondja, hogy Uram. Sőt, megismétli, kétszer mondja, hogy Uram, Uram. És az eredeti szövegben így hangsúlyozzák ki azt, hogy én tényleg, tényleg úgy gondolom, tényleg úgy hiszem, hogy ő az én Uram. És mégis azt mondja az ige, hogy nem mindenki ezek közül megy be, hanem mi a feltétel? Csak az, aki cselekszi az Istennek az akaratát. Tehát azt mondja Jézus, hogy a hívők közül nem mindenki megy be, hanem az, aki úgy is él, aki odaadta az életét. Csak azért, mert átadtam az életemet, hoztam egy döntést egyszer valamikor, régen, és megtértem, volt egy nagyon hangulatos este, egy nagyon hangulatos istentisztelet,
egy nagyon hangulatos igeolvasás, elcsendesedés, ez még nem garancia semmire. Ettől még nem megyünk be a mennyek országába. Csak azért, mert én mondom, hogy Uram, Uram. A kérdés az, ezek után mi következik az életedben? Cselekszed az Istennek az akaratát? Követed őt naponként? Követi azt az első nagy megtérésedet, a sok kicsi apró naponkénti megtérés, naponkénti bűnbánás, odaszánás, újjászületés? Mert csak ezeké a mennyeknek az országa. Az, hogy egyszer én valamikor régen megtértem, még nem jelenti azt, hogy rendben van az életem. Hogyha nem tudod teljes szívvel tenni, akkor azt mondja az Isten, hogy inkább ne tedd, mert azzal csak megcsúfolod az Istent. Mert látják az emberek a te életedet, az én életemet, és látják, hogy nem teljes szívvel csinálod, de azért teszed, és akkor azt mondják, hogy ilyenek az Isten gyermekei. Milyen lehet az Isten? És az Isten nevét csúfolod meg azzal, hogy nem teljes szívvel teszed. Két módszer szokott lenni, ahogyan mi embereket próbálunk az Istenhez vezetni, embereket próbálunk megtéríteni. Az egyik módszer, és azt hiszem ez a gyakoribb, az az, hogy elhívunk embereket a gyülekezetbe, elhívunk embereket egy-egy evangelizációra, egy-egy táborba, elhívunk oda embereket, és hát megtetszik nekik, mert nagyon jó a hangulat, nagyon jó a testvéri közösség, nagyon jó az igehirdetés, és ez úgy megtetszik nekik, mi azonnal döntésre szólítjuk fel őket, döntenek is, és utána kezdik el majd megismerni, hogy milyen is az igazi hívő élet. Utána találkoznak szembe a különféle nehézségeivel, szépségeivel, igazából mindennel. Ezzel szemben a bibliai módszer, ahogy Jézus is tette, az az, hogy először elhívta az embereket, hogy kövessék őt, tanítványozta őket, és csak a legvégén tértek meg, a legvégén hoztak döntést. Amikor már tudták azt, hogy mi az ára Jézus követésének. Látták azt, hogy mi mindent kell érte elszenvedni, látták azt, hogy mi az, ami mellette szól, mi az, ami ellene szól, és a legvégén hoztak egy döntést. És Jézus azt mondja, hogy nagyon jól vigyázz, hogyha meghozod ezt a döntést. Nem akarja azt, hogy ugorj bele ebbe a döntésbe. Nem akarja rád kényszeríteni. Azt mondja, nagyon vigyázz, és nagyon jól gondold meg, és addig ne akarj hozzám tartozni, amíg nem tudod, hogy az mivel jár. Mert én nem akarlak téged becsapni. Mert akarjuk mi a mennyországot, akarjuk mi azt, hogy ne kárhozzunk már el, de a Jézus követésének az árát nem nagy kedvel vállaljuk. Mert nem mindig van hozzá kedvem, nem mindig van hozzá hangulatom, nem mindig van kedvem szolgálni, vagy menni, végezni a munkát. Nem mindig olyan szép és gyönyörűséges. És akkor mi van? Akkor nem vállalom? És Jézus előre elmondja, hogy ez lesz, ha engem követsz, ez lesz, ez az ára. Megfizeted? Viszont ebben az árban benne van az örök élet és a mennyország ígérete. Anániás és Szafira történetében az adakozás is abban a gyülekezetben egy olyan szentség volt, mi már olyan semminek tekintjük az adakozást, bedobjuk azt az egy lejt, ha épp nem felejtettük otthon, de akkoriban olyan szentség volt az adakozás is, hogy egyetlen hazugság miatt meghaltak. Az emberek nem mertek hozzájuk csatlakozni, azt olvassuk az 5. fejezet 13. versében. Az emberek nem mertek a gyülekezetet csatlakozni, nagy félelem fogta el őket, mert tudták, hogyha én odajárok, akkor ott oda kell adni mindent. Hogyha én odajárok, akkor ott nem lehet kétszínűsködni, nem lehet színészkedni. Hogyha én odajárok, akkor ott lesz az Isten. Akik viszont valóságos változásra vágytak, és azt akarták, hogy Isten ott legyen az életükben, azokról azt olvassuk, hogy naponként csatlakoztak. És mi történt utána? Nagyon, azért is olvastuk tovább ezt a történetet, Anániás és Szafira történetét, mert olyan szép, ami utána is következik, hogy egyfelől féltek az emberek csatlakozni a gyülekezethez, mert akkora szentség uralkodott abban a gyülekezetben, másfelől pedig mit olvasunk? Hogy voltak emberek, akik csatlakoztak, és az Úr napról napra növelte a gyülekezetet. Napról napra csatlakoztak emberek, és mi történt? Mindenki meggyógyult, mindenki megszabadult, mindenki csodálta a hívőket.
Sőt, azt olvassuk, hogy a betegeket kitették az út szélére, és Péter ment, és akire rávetődött az árnyéka, meggyógyult. Ennyire nagy erővel volt jelen az Isten a gyülekezetben. És mindenki csodálta a hívőket. És lehetett tudni, hogy igen, ott van egy gyülekezet. És felnéztek rá, és féltek tőlük, és csatlakoztak hozzájuk. Manapság, ha valaki keresztény vagy nem, sajnos az élet stílusában nem sok különbség van nagyon sokszor. Nem látszik az, hogy te most keresztény vagy, vagy nem. Annyira bűzlünk nagyon sokszor a világtól. De az Isten azt mondja, hogy én egy radikális életet akarok. Nem akarok egy, és jó lenne, hogyha ez fogalmazódna meg bennünk, benned, bennem, hogy én nem akarok egy olyan életet élni, amiben adok az Istennek valamit, de igazából nem tudom azt, hogy mennyire tetszik az neki. Nem tudom azt, hogy elfogadja azt, vagy nem. Adok is neki, de nem teljes szívből. Olvassátok el a Máté evangéliumát. Annyira csodálatos az, hogy kezdte Jézus a tanítását. Nem kezdte el nagyon reklámozni az Istennek az országát, hogy gyertek, kövessetek, és milyen jó lesz. Hanem ott a hegyi beszédben is mondja, hogy boldogok a lelki szegények. Boldogok, akik sírnak. Mind ilyen dolgokat mondott el. És nagyon komoly dolgokról beszélt. Boldogok lesztek, hogyha úgy éltek, ahogy én mondom. Az 5., 6., 7. fejezet a hegyi beszéd a Máté 5-ben, vagyis a Máté evangéliumában. És beszél arról, hogyha áldozatot viszel, hogyha adakozol, hogyha szolgálsz az Istennek, és közben eszedbe jut, hogy valaki haragszik rád, vagy te haragszol valakinek, akkor mit mond az ige? Azt mondja, hogy akkor hagyd abba azt a szolgálatot, amit végzel, ne tedd le a te áldozatodat addig, amíg nem rendezed azt a konfliktust, amíg nem rendezed azt a vitás helyzetet. Beszél Jézus az aggodalmaskodásról, beszél arról, hogy hogyan kell az ellenségeinkkel bánni. Beszél arról, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Legyetek tökéletesek, minként a ti mennyei atyátok. És azt mondja, hogy ha engem akarsz követni, akkor ez a mérce. És hogyha egy kicsit elgondolkozunk, akkor egyből látjuk azt, hogy Uram, én ezt egyedül nem tudom végezni. Nem tudom betartani, de akarom. És hogyha akarom, akkor az Isten azt mondja, hogy rendben, én akkor segítek. És Isten jön, és változásokat hoz, és emberek térnek meg, és fegyverek hullanak le a porba, családok változnak meg, életek alakulnak át. Mert nem csak nehézségből áll. Nagyon sokszor a ló túloldalára esünk, amikor állandóan arról beszélünk, hogy hát igen, ilyen nehéz a hívő élet, olyan nehéz a hívő élet, jaj, de nehéz az Istent követni, de azért gyere már, kövess te is. Nagyon sok csoda történik a hívő embernek az életében. Hogyha megnézzük az első jeruzsálemi gyülekezetet, akkor azt olvassuk, hogy egy elképesztő elkötelezettség volt a gyülekezetben. A világ nem mert bemenni a gyülekezetbe, de amikor a gyülekezet kiment az utcákra, akkor ott valami megváltozott, akkor ott valami történt. És hányszor hallottam már, hogy itt miért nem történik semmi? Olyan csillogó szemekkel olvassuk az első gyülekezetről a történeteket, hogy milyen nagy csodák voltak ott, hogy milyen nagy erővel volt jelen az Isten. És akkor feltesszük a kérdést, és persze feltevődik, hogy most akkor mi van? Miért nincsenek ilyen csodák? Miért nem történnek ilyen dolgok? Egyenes és mindenki számára érthető az út, amit az Isten megszabott. Figyelj oda, add oda az elsőt és a legjobbat az Istennek, és ő el fogja fogadni az ajándékot, és akkor történni fognak a dolgok. Csodát akarsz tapasztalni? Akarod látni azt, ahogy a gyülekezet feléled, ahogy az ifi feléled, ahogy az életed, a családod feléled, kezd el odaadni az Istennek az elsőt és a legjobbat, tiszta szívből. És azt mondja az Isten, hogy ha a legjobbat odaadod az idődnek, energiádnak, pénzednek, akkor a maradék az meg lesz áldva, nem veszteség fog érni. De a teljes szívedet ad mindig oda, a legjobbat ad mindig oda, ne a maradékot. És ne tarts meg semmit magadnak, mint Anániás és Szafíra.
hogyha az életedet oda akarod adni az Istennek, hogyha úgy gondolod, hogy lehet, hogy jó lenne már, akkor az egész életedet add oda. És hogyha ezt megtesszük, akkor elképesztő változásokat fogunk tapasztalni. Az emberek elkezdik majd beszélni, hogy hallottatok a kécsi gyülekezetről, hallottatok arról, hogy ott mi történik. Én is oda szeretnék járni, én is oda szeretnék csatlakozni. Szeretnél oda csatlakozni abba a gyülekezetbe? Igen. Hát akkor vigyázz, készülj fel rá, hogyha oda fogsz járni, akkor ott van az Isten, ott találkozni fogsz vele, akkor ott oda kell add az egész életedet neki. Olyan jó lenne, hogyha egy ilyen gyülekezet tudnánk lenni, hogyha egy ilyen ifi tudnánk lenni, ahol vágynak az emberek, amiről beszélnek az emberek, hogy ott van az Isten, mert ott elkötelezett emberek vannak, akiknek fontos az Isten, akik odaszánják az életüket az Istennek, és akiknek az élete meg van áldva. Szeretnétek ilyen gyülekezetet? Szeretnétek ilyen ifit? Én szeretnék. Csak el kell dönteni azt, hogy mit akarsz. Te személyesen. Csak egy út van, nincs kettő. Mindent odaadsz az Istennek, vagy semmit. Hogyha eddig úgy éltél, hogy nem a legjobbat adtad oda az Istennek, azt mondja, az Isten nem kötelező. De van rá lehetőség. Nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, menj be a mennyek országába, hanem csak az, aki cselekszi az Istennek az akaratát. Légy te ez az ember. Amen.